Szevasztok. Végre. Szevasztok. Az mi az Isten? Végre. Most mi van? Szevasztok. Ez jobb. Vágod? Szevasztok. Hagyjad. Hello, bello, szevasztok, fiúk, lányok! Egy újabb Forza Lucky Wheelspin, Super Wheelspin vidinyóban. Észrevettem, hogy így forgattam nektek a sok-sok Forza videót, összegyűltek alatt a sok-sok trükkpontok, és úgy voltam vele, hogy akkor elhasználom őket, és volt eleve, nyertem is pár Wheelspint, úgyhogy mellé farmoltam a Pontiac Firebirdből még egy 20 pár Wheelspint, a 20 pár Wheelspin mellé, és így most van 50 Wheelspinünk, amiket ki fogunk pörgetni. Illetve, ha lesz lehetőségünk, egy nagyon kis turpisságot szeretnék megmutatni nektek, hogy a Super Wheelspinbe hogyan tudtok egy picikét csalni. Nem is csalás ez. Ez megint csak egy glitch, amit kihasználsz a játékba. Na, lényeg az, hogy meg szeretném mutatni, hogy lesz lehetőségünk, hogy ha pörgetünk Forza Edition kocsit, vagy Legendary-t, vagy egyszerre mind a kettőt, akkor, és azok a kocsik megvannak, és neked nem az kéne, akkor nem eladod, hanem kérsz egy másikat, úgymond választasz egy másikat, és ezt pedig úgy tudjuk majd, hogy Alt-F4-elünk az a megfelelő pörgetésnél, visszalépünk, és akkor egy újat fog beadni elvileg. De majd nézzétek a vidinyót, és ebben biztos lesz lehetőség, ahol megmutatom nektek. Na srácok, azt mondja, van 18.054.368 kreditünk, szóval innen fogunk indulni pénzben. Aztán meglátjuk, mennyit sikerül meg kipörgetni, illetve milyen Legendary vagy esetleg Forza Edition kocsikat sikerül kipörgetni. Nézzük az első pörgetésünket, azt lódoljuk neki. Ott is egy Lambo Sesto Efe. Az első pörgetése, Jesus, mi lesz még itt? Ezt aztán megvan, úgyhogy 1.375.000-ért eladjuk. Zsír! Második. Ez egy menő indítás volt amúgy szerintem. Ti amúgy milyen Forza Edition kocsikat pörgettetek eddig ki? Írjátok meg kommentbe, kíváncsi vagyok, hogy hányat sikerült nektek, illetve melyikeket. Nekem még egy vagy kettő nincs meg, vagy max. Három, nem tudom hány fajta, de egy pár. Elég sok megvan már a Forza Edition kocsikból, a Legendary-ket szeretnék pörgetni. Abba sikerült, mert Ferrari-t, illetve egy új elment. Ez egy i8-as elektronyos BMW lett, meg egy kis lowway. Ott a 250.000 a Ford Falcon, ami igen, megvan, jól emlékeztem. Elég sok kocsi megvan már, illetve amit megcsináltam most még a videón kívül, az így ott jött volna a Legendary egy Golf 83-as, az nem volt meg jó. Szóval megcsináltam még így live-on kívül, vagy live-on, hát a videón kívül, hogy megvettem az összes azt, amicsoda Mustang. Az nice. Na, végre elmondom, szóval videón kívül megvettem az összes ruhát a ruhaboltban, így most már ruhákat nem fogunk pörgetni. Max egy-kettő ilyen nagyon extra ruha, ami nincsen meg. De ruhát nem fogunk már. Tehát ilyen common, egyszerű ruhákat már nem tudunk kipörgetni, csak az ilyen extra vagáns ruhákat, amik nincsenek meg. Tessék, egyből ki is jött egy. Hú, de jött volna az a Ferrari ott fönt. Az Ferrari? Azt hiszem Ferrari. Na mindegy. Érdemes, legyétek ti is meg az összes ruhát, hogyha van pénzetek. Egy jó másfél-két millió kredit megvenni az összes ruhát, ami megvan, ami megvehető eleve, és nem csak nyerhető, azt megveszitek, és akkor sokkal kisebb esélye pörgettek ruhát, bár én most pont kettőt pörgettem, mióta itt hármat, mióta ezt így mesélem nektek. Ó, Silverado, nice, az de extra vagáns ilyen pick-up, nice. Na mindegy, szóval mióta nekeltem a ruhákról beszélni, ruhát pörgettünk, úgyhogy fejezzük be. TVR Speed, az megvan? Nem, nincs, akkor egy másik TVR van meg, vagy kettő is megvan. Na, gyerünk gyerekek, ahogy indultunk, gyerünk, még egy jó kis Forza, vagy egy kis ott jött volna, de az megvan az a Forza Edition, az is előző is megvolt, ez is meg lett volna. Nem baj, jó pénzt érnek ezek. Pénzes kör. Legendary, gyerünk. Egy, kettő, azért remélem be fog jönni a pénzösszegen kívül, mert az már jött egy. Húha, nagyon pénzes körök ezek most. Gyerünk. Ágén egy 300.000-es Legendary Credit összeg, azt a micsoda pörgetés, 550.000-es pörgetés, azt ma nevezem. Fél millió. Aj! Audi TT. Hát eddig nem mondanám, hogy jó autók jöttek. Ezek a dudahangok is. Azokat nem vettem meg, basszus, lehet azokat is meg kellett volna. Ford Focus, kétfajta Ford Focus, abban az egyik megvan, igen.
Ez nem az a kör, úgy érzem, ahol ilyen sok legendary fog jönni, mint múltkor. Bár még van 30 pörgetés, hogy ne kiabáljuk el. Tudom, se nézek. Áh! Megint ott állt meg alatta, fölötte. Datsun, azt a micsoda verda. Meg is van, amúgy. Ott a Shelby Cobra! Ez az! Végre egy darab legend. Jöhet a következő legend, gyerünk, gyerünk. Ilyen három legendaryt szoktam általában az 50 wheelspinből pörgetni, mármint kocsiban, mert már összegből már volt ez a harmadik nagyjából. De hogy kocsiból legendary típust általában ilyen hármat szoktunk az 50 pörgetésből, remélem azért még kettő összeér. A foltos kék farmer short, az még hiányzott. Ez a Porsche Taycan megvan, úgyhogy mehet 92-ért eladni. Gyerünk, 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 valami ritkát. Ott a Porsche! Imádom, amikor egyel elpörög, vagy egyel előtt áll meg. Jaj. Ebben 22-ben még érzem, hogy benne van kettő legendary. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hát ez nem az a kör. Ez nagyon szép volt. Három zöld autó. Ó, az a Spider, az tetszik. Az de jól néz ki, gyerekek. A másik meg már megvolt. Tá, ez a Pontiac az megvan, azt hiszem. Igen. Gyerünk, 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 gyerünk! Lambo Sesto, és ott a Jaguar! És mind a kettő megvan, ha jól emlékszem. Úgyhogy ez egy jó kis pénzes kör, 1.375.000. Amúgy itt, hogyha most az ember Alt F4-elne, és visszalépne, és pörgetne még egyet, próbáljuk ki? Itt ki Alt F4-elek. És elvileg most Alt F4-eltem, visszalépek a játékba. Láttam egy ilyen trükköt, nem tudom, most kijavították ezt a bugot vagy sem. Ha igen, akkor buktunk egy kisebb összeget. Szóval azzal az előbb Alt F4-eltünk a Super Wheel Spin közben. Elvileg láttam ilyen glitchet. Most ha ezt javították, akkor buktunk egy legendary összegű autót és egy Forza Edition-nek az összegét, mert mind a kettő megvolt. De ha nem javították, akkor elvileg, hogyha Alt F4-eltünk, akkor kipörgetsz egy Forza Edition-t. Alt F4, hirtelen kilépsz. Majd újra nyitod a játékot, és bemész megint a pörgetésbe, akkor elvileg ugyanazt a kört fogja leosztani a pörgetésnél, csak egy másik típusú Forza Edition fog bedobni állítólag. És ez nem tudom, hogy tényleg javították-e vagy sem, de hát erre mindjárt fény derül. Na nézzük, hogy vajon ez megmaradt-e ez a glitch vagy sem. És megmaradt ez a glitch, srácok, nem hiszem el. Tehát, hogyha itt megint most Alt F4-elnek, akkor megint egy másikat fog beadni. Ezt most kipróbálom megint, de már csak azért meg ez a Pagani is megvan, és jó lenne, hogyha egy olyat adna be, ami még nincsen meg. Úgyhogy megint Alt F4, és újraindítjuk a játékot. De jó, legalább ezt is be tudom nektek mutatni vidinyóba. Remélem most olyasmit fog adni mind a kettőből, amelyik nincs meg. Tehát se a Forza Edition, se a Legendary nincsen meg. Lambo Sesto, M12 Corsa. A Sesto megint megvan, de az M12-es Corsa nincsen. Jó lenne egy olyat kihozni, hogy mondom, egyik se legyen meg, hogy mind a kettőt megkapjuk, úgyhogy Alt F4. Tök menő, hogy úgymond, így tudsz válogatni a Forza Edition, és egyben most már kettőt pörgettem Legendary között is. Egy Koenigsegg. Ez a Fair Lady megvan. Nem jó. Az lett volna, hogyha bead még egy Legendary, és akkor két Legendary, meg egy Forza Horizon között tudunk válogatni. Ez se tetszik. Nem, másik. Ajajajajajajaj, na most valami jót adjál, léci! A Firebird, meg az M12-es Corsát adja be. A Firebird már megvan. Még egyet próbálunk, srácok. Na most nagyon ajánlom, hogy jót adjon be, ami nincs még meg. Megvan. Megvan. De ez legalább nem 250 ezeret ér. Na jó, nem húzom az időt, srácok, ezt eladjuk. A Mercedes... meg remélem bekerült a garázsba. Megyünk tovább. Oké. Okay. Jó lenne még egy ilyen kört kihozni.
Vagy olyat, amiben van két legendary, és akkor legendary-ket tudnánk Alt F4-jelve váltogatni. Egy olyat adjon meg, ami még nincs meg. Azt mondjuk, király lenne. Most is mákunk volt, hogy kiadott egy Forzát és egy legendary-t mellé. Még ezt lehet legendary pénzösszegnél is el lehet játszani. Kipróbáljuk, ha kipörgeti még egy legendary-t. Most ez a Meyers, azt hiszem ez nincs meg. De megvan. Megint el tudnánk játszani, hogy nem játsszuk el. Hogy most nagyon sok idő amúgy, hogy kilépegetni, visszalépegetni, újrapörgetni. Na nézzük! Ha kipörgetünk egy legendary tárgyat, most egy zoknit, és nem kell a zokni, nézzük az Alt F4 itt is működik, hogy kapunk helyette egy legendary autót mondjuk. Alt F4? Nézzük, a legendary zokni helyett beadja-e a legendary autót. Szerintem be kéne adja, hogyha Jani váltogatja a cuccokat. És nem, nézd oda. A track mondjuk változott. Az előbb újra ezt a Raúl úrias zoknit kaptuk vajon? Na jó, ezt most még egyszer megjegyezzük, megpróbáljuk. Hát ha, most bead. Lehet, hogy csak véletlen volt, ha megint zokni egy zoknit kaptunk. Na, lehet, hogy tárgyaknál nem működik. Ha harmadszor is beadja ugyanazt a Raúlos zoknit, beadja. Jó, tárgyaknál ez nem működik akkor, csak tárgy helyett tárgyat kapsz, akkor valószínűleg pénzösszeg helyett pénzösszeget kapsz, de azt is kipróbáljuk, hogy kijön egy legendary pénzösszeg, ahelyett hátha ad autót. Úgyhogy az úgy nem működik, hogy akkor tárgy csere. Na jó, ott a Forza Edition-ös track. 375 ezret ér, de én ezt nem akarom, hát ha lesz egy drágább, sőt biztos drágábbat fogunk kipörgetni következőre, Alt F4. Légy szíves, ami nincs meg, vagy ami drága. Maserati. Na, hát a Maserati az mennyit ér? Az még kevesebbet. Nem jó. Legalább egy millió fölötti összegűt szeretnék. Gyere. Na, az 53-as Corvette, az tuti, hogy szerintem... Mi? Ez itt csak 250 ezeret ér. Ne szívassatok. Rohadjon meg. Csak lesz még, amit majd tudunk cserégetni. Az összeget pedig kipróbáltuk volna, hogyha kijön, hogy mennyit tudunk pörgetni. Vagy hogy tudunk helyett legendary kocsit pörgetni. Nem jött össze, na még 10 pörgetés, srácok. Gyerünk. Így jött a Ferrari, az de jó lett volna, gyerekek. Nyá. 9 pörgetés. Hát, kérdésbe ad-e még egy legendary Nissan GT-R, gyerekek. Ez megvan? Ez nincs meg szerintem. Úgyhogy ezt elvittük. Ott kéne, hogy két legendary-t bead. Ott lehetne válogatni. Hát ilyet már nem hiszem, hogy be fog 7 pörgetésből. Nagyon nagy lucky kéne hozzá. Az megvan. Meg a másik is, ja. RS3-as már megvan. Na, egy Porsche 959-es. Az megvan, a másik nem volt meg, úgyhogy ezt vittük. A legendary-ből elviszem általában azokat, amik nincsenek meg. Ott nem válogatok. A Dodge Viper. De az mondjuk az is megvan már. Az a Formula Driftes Verda. Öcsém nem adja be a legendary pénzösszeget, pedig kipróbálnám, hogy helyette ad-e esetleg kocsit. Bár szerintem ugyanúgy, mint a tárgyak, ne valószínűleg nem. A Subaru az megvan, azt hiszem. Meg a Volvo is. Ja, mind a kettő megvolt. Még egy Super Wheel Spinünk van, gyerekek. Azt a pont átment. Ott a Pagani. A Pagani kerül 1.350.000. Ezt akartam, mert ezzel lehet jó pénzt keresni, hogyha ezt pörgeted mindig ki. Oké. Jó sok pénzt farmoltunk ebbe a vidinyóba. Egy Mazda. Na srácok, 18 milliónk volt, most 31 milliónk lett, 80 pár ezer hiány, úgyhogy 13 millió kreditet kerestünk ezzel a Super Wheel Spin pörgetéssel. És hát így tudjátok manipulálni a Super Wheel Spin-t, hogyha kipörgettek egy olyan Forza Edition-t, egy olyan Legendary-t, ami megvan már, és nem a pénzt akarjátok, hanem ki akarjátok pörgettetni azt, amelyik még nincs meg,
akkor ki Alt-F4-eltek, visszaléptek, és elvileg egy másikat fog pörgetni nektek ugyanúgy ugyanabba a kategóriába. Remélem hasznos volt a vidinyó, ha tetszett, adjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha nem vagytok még, és találkozunk a live-okban. Szevasztok! Juhú, noráj, megkaptuk az AMG Legendary Mercit, csak ott esket nyomtam, és ezért kilépett a Super Wheelspinekbe, nem pedig folytatta a Super Wheelspinek pörgetését. Állatul néz ki ez a verda, srácok. Brutál jó. Nem tudom, lehet, hogy tartok majd egy videót, vagy videósorozatot abból is, hogy bemutatok különböző verdákat így kívülről, belülről, hang alapján, hogy hogy néz ki, milyen hangjuk van. Ha szerintetek van ilyenre igény, akkor dobjatok egy kommentet, hogy szeretnétek, és akkor csinálunk egy ilyen autós, bemutatós sorozat videót is. Szevasztok még egyszer! Szevasztok, szevasztok, szevasztok! Végre! Szevasztok! Az mi az Isten? Végre! Most mi van? Szevasztok, szevasztok! Ez jobb, vágod? Szevasztok, szevasztok! Hagyjad!